Köszöntöm kedves nézőinket, kulturális magazinunkat látják. E heti adásunkban a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület adventi rendezvényére látogattunk el. Jó szórakozást kívánok! És a ma este programját szeretném először ismertetni. Úgy készüljünk a programmal és az idővel, hogy a felolvasás, az adventi felolvasás az itt zajlik majd ebben a díszteremben. Aztán a felolvasás után lesétálunk majd itt a kastélykertben található Vas Albert szobra. Ezer szállal kötődünk Vas Alberthez, és most már egy ideje a szoborhoz is. Úgyhogy oda lesétálunk majd együtt, és ott elhangzik majd Vas Albert második karácsonyi verse, ami egészen különleges élmény lesz. Azt a verset a szabad ég alatt az ő szobra mellett meghallgatni, és a szokásos mécsesgyújtáshoz kapcsolódó közös imádság is ott a szobor mellett hangzik majd el. És aztán utána, hát nincsen gyertyagyújtás fázás nélkül, úgyhogy kint az árkádok alatt, itt a boltívek alatt forralt borral, teával, süteménnyel készültünk, és jut majd idő arra is, ami nagyon fontos az adventben, a találkozásra. Jut majd idő arra, hogy egy bögre tea vagy bor mellett beszélgessünk, találkozunk, és örüljünk annak, hogy egy kicsit lelassulhatunk, és láthatjuk egymást. Somogyi Zsolt, fohász. Felnézek az égre, minden áldott teste. Keresem az Istent, mert beszédünk lenne. Nehéz szívvel várok csöndben a sorsomra. Tudom, odafönt is rengeteg a dolga. És csak halkan mondom az ég csillagának, szólhatna egy jó szót az ég urának. Hogy jó az Isten, súgja oda csendben, Uram, a világgal valami nincsen rendben. Hallgassa meg imám, más kérésem nincsen, segítsen mi rajtunk, hiszen ő az Isten. Ember az embernek farkasa lett régen, gyűlölet vert anyát sok ember szívében. Rengeteg a földön a hontalan árva, Uram, ez a világ a saját sírjátása. Túl sok már a fájó, búskönny a szemekben, Uram, a világgal valami nincsen rendben. Anya a gyermekét sorsára hagyja, pénzért az ember a lelkét is eladja. Háborúk zajlanak, ártatlanok halnak. Jól tudom, Uram, te nem így akartad. Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk, bocsáss meg úgy kérlek minden gonoszságunk. Könyörögve száll fel a fohászom az égbe, Uram, a világnak te nélküled vége. Férfi magányosan élt, hatalmas házban, senki se várta este. Amikor azt kérdezték miért, cinikus nevetéssel válaszolt. A nővel csak baj van, ráadásul olyan, mint a mesztelen csiga. Csupaszol jön, amikor meg megy, viszi a házat. A gyerekeket pedig nem szeretem. Amíg kicsik, büdösek és sokba kerülnek, amikor már nagyobbak, állandóan nyavajognak. És lemond, hogy olyan aranyosak. Ez csak az ostobák közhelye. Az arcukra már óvodás korukban rá van írva, hogy milyen ostoba és rossz andilatú felnőtt lesz belőlük. Úgyhogy a férfi egyedül élt. Igazgatta a vállalatait, golfozott, sokat olvasott, és utazott, ám egyszer, amikor a város szegény negyedén hajtott keresztül, defektet kapott. Káromkodva szállt ki az autóból, ám miután telefonon segítséget hívott, elégedettsége visszatért, mert örömmel töltötte el a tény, hogy minden problémát képes megoldani. Ekkor vette észre a gyereket. A kisfiú, aki még 5 nyarat sem élt meg, egy kerítés vasrácsába kapaszkodott, és némán figyelte őt. Apró testét rongyok fették, és noha a kéregetők jellegzetes kisugárzását árasztotta, nem szólt egyetlen árva szót sem. Csak nézett. A férfi nem hatódott meg, ezer ilyet látott már. Sőt, még csak el sem fordult. A legtöbb ember gyenge, hogy őszinte nyugalommal fogadja egy kódul közeledését, ám őt más fából faragták.
rezzenéstelen arccal által rászegeződő tekintetet, mi több, még bele is merült a gyermeki szempárba. És akkor megszédült. Erővel vágta melbe valami, pedig a fiú pillantásából hiányzott minden emberi. Pici lelke nem sugárzott haragot, dühöt, félelmet vagy örömöt, egyszerűen nem volt benne semmi. A férfi nem bírta elfordítani a fejét, pedig a kölyök szembogara, mint két feneketlen öreg, a halál ürességével dermesztette a szívét. Azok néznek így, akik a kelleténél többet láttak az élet mocskából. Egész nap ez a pillanat járt a fejében. Hiába golfozott a ragyogó napsütésben, a semmi hűvese vele maradt. Hiába döntött magában nemesebbnél nemesebb borokat, szájában csak a por és hamu íze fakadt. Nem tudott aludni, forgolódott a hatalmas ágyában, és a plafonra szerelt tükörben nem látott más, csak egy halott szempát. Amikor másnap a kormány mögé ült, eleinte még győzködte magát, hogy nem érdekli a gyerek, és csak azért megy arra, mert úgy rövidebb. Aztán egyszer csak lélekben vállat vont, és nem színészkedett tovább önmaga előtt. Igenis, látni akarta. Kisfiú pontosan ott állt. A férfi csak nézte a merev szempárt, a mozdulatlan testet. Meg akarta szólítani a gyereket, de amikor ki akart szállni az autóból, elkezdett izzadni a tenyere. Ahogy az ajtó felé nyúlt, körcsbe rándult a gyomra, és elhajtott. A felkülő nap újra a vasrács mellett érte. Még most se tudott megszólalni, de egy doboztejet már a fiú kezébe tudott nyomni. Másnap egy fürt szöllőt, harmadnap egy hatalmas szendvicset, négy nap pedig... Amikor a férfi 20 esztendővel később haldoklott, a halálos ágya mellett egyedül a fiú állt. Nem csak, hogy jóvágású fiatalember lett belőle, de kivételes intelligenciájának hála az élet dzsungelében is megállta a helyét. Együtt töltött éveik alatt igazi barátokká váltak, több szeretetet és figyelmességet adtak egymásnak, mint a legtöbb vérszerinti család. A fiú szemében őszinte könnyek ragyogtak, ahogy fogta a férfi ráncos kezét. Mindenét odaadta volna, hogy a sok jót meghálálhassa nevelő apjának, de a halála szemben tehetetlen volt. Nem tudta megmenteni. Ebben a pillanatban a férfi kinyitotta a szemét, és halkan megszólalt. Ne gyötörd magad! A halál elől nincs menekvés. De most a kapuban már látom, hogy ez nem elmúlás, hanem születés. Egy új kaland kezdete. És tudod, azért szállhatok most fel az égbe, mert a valódi haláltot te akkor ott a kerítésnél megmentettél. Vas Albertről azért annyit szeretnék elmondani, hogy ő a reménységét azt leginkább a regényeibe írta meg. A versei alapvetően nagyon borongósak. És az a melankólia, ami az ő életében időről időre előkerült, az a verseiben jelent meg. Úgyhogy Vas Albertnek nem nagyon vannak vidám, vagy olyan igazán nagyon bizakodó versei. Ez a mai verse, amit ma estére hoztam, a második karácsonyi verse, ez is olyan, hogy benne van. Benne van az ő hite, az ő reménysége, de benne van az a szenvedés is, ami 46-ban írta a verset a háború után. Közvetlenül kényszerű emigrációban, de szerintem fel fogjuk fedezni benne a reménységet is. Egy részletet fogok olvasni most a versből. Elindul újra a mese. Fényt porzik gyémánt szekere. Minden csillag egy kereke. Ezer egy angyal száll vele. Jön, emberek, jön az égből Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese már nem is egészen mese. Belőle az Isten szeme tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt, Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, s mesék tavában mélyen-mélyen ezt a világot elfeledni.
mert rútavilág fekete, vak gyűlölettől fekete, vak, mint az emberek szeme, az égig sem látnak vele. Pedig az égből lefele porzik már Isten szekere. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele, az Isten maga száll vele, és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a szeme. Szent tükrébe végre egyszer pillancsatok tiszta szemmel. Tiszta szemmel, Isten szemmel, milyen szép is minden ember. Minden ember szépségtenger, s mint a tenger csillagszemmel tele vagytok szeretettel. Tagadjátok, restellitek, elfordulnak fejeitek, megvakultak szemeitek, szépségteket, jóságtokat nem érzitek, nem hiszitek. Csillaggyertyák fénye mellett Isten elé nem viszitek. Akkor bizony rútak vagytok, szegények és vakok vagytok, ha szépek lenni nem akartok. De még így is, szegényen is, rútan, vakon, mégis Isten gyermekei vagytok. Rátok süti fényes szemét, elindítja fényszekerék, jó emberek játékszerét. Milyen kár, hogy áldó kezét nem érzitek, nem nézitek, és nem hiszitek már a mesét. A világnak gondja van, minden embernek gondja van. A sok angyalnak mind gondja van, és az Istennek is gondja van, mert mindőtökre gondja van. És ahogy szoktuk, mondjuk el közösen az Jézustól tanult imádságot a mi atyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenek vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Egy angyal jár a földön, jár kell, mint jó barát. Ember szeme nem látja, de ő mindent meglát. Az ég az ő lakóhelye, hozzánk az Isten küldte. És házról házra járkál, s halált jó gyermeke. Akit az apja, anyja jóságáért szeret. Ott elidőz, s ott elmarad, lásd gyermek ebből őt fakad. És házról házra járkál, s halált jó gyermeke. Akit az apja, anyja jóságáért szeret. Ott elidőz, s ott elmarad, lásd gyermek ebből őt fakad. Vasalbert, nyugodj békében. Köszönjük kedves nézőink figyelmét, kulturális magazinunkat látták, viszontlátásra!